Tetszik az új kép? Történt néhány átalakítás itt az irodába. Tudjátok, hogy a Mac Pro-nak be van törve a kijelzője, és most már eléggé zavaró, mivel megjelentek ilyen fekete foltok a képernyőn, azaz kiégtek a diódák. Feri barátomtól még nagyon régen kaptam kölcsön egy monitort, ezt a monitort, ami azóta is nálam van még. Feri, hogyha nézed a vlogot és szükséged van a monitorra, akkor szólj, visszakapod. Addig használom. A lényeg az, hogy ez a monitor össze lesz kötve a laptoppal, amit sikeresen el tudtam rejteni, méghozzá ide alulra. Most viszont megyek ebédelni. Ebéd után még lesz egy kis dolgom itt az irodában, de délután szeretném folytatni a tegnap elkezdett. Mizu? Szia! Tudtok, hogy vagy? Kukucs! Hogy vagy? Jól? Mivel hibátlan jó idő van, tévék úgy döntöttek, hogy kijönnek a kisbabával, és most fel kell állítsam nekik a hordozható ágyat, és most, kedves nézőink, láthatjuk a katicák párzását. Hát igen. Itt a tavasz. Sziasztok! Elmentem. Tadá! Megvan a billentyűzet. Sajnos az előző helyen, ahol voltam, ott nem találtam cseréplécet, ezért át kellett jöjjek ide. Oda. Itt volt. Már hasznosítottam is az új klaviatúrát, nézzétek! Épp gyorsított felvétel készül. Biztos, hogy a Marosra viszi. Na, most már minden megvan ahhoz, hogy össze tudjam rakni ezt a számítógépes, monitoros dolgot. Nézzük ezt a billentyűzetet. Első ránézésre egész minőségének néz ki. König márkájú. Én még nem hallottam erről a márkáról soha. Azért esett erre a választás, mivel hogy nagyon hasonlít az Apple-nek a billentyűzetére. Ilyen kis formás, nem vastag, vékony, olyan kis jól néz ki. Tehát dizájnilag szerintem 5-ös. Nézzük, mi van a dobozban. Itt a billentyűzet. Itt a hogy kell mosni. Nem szükségünk. Wow. Egyébként ez a második, igen, ez a második magyar billentyűzet. Nem sűrűn szoktam használni magyar billentyűzetet. We'll be right back.
újra itt a Marosporton. Befejeztem a második keretet is, jelentem. Most már van kettő keretem. Ott van Évi. Készültem, gyerekek, a kerettel. Készen van. Nézd. Itt van a hátam mögött. Szóval az a lényeg, hogy ugye itt ez a keret. Ez itt föl lesz az asztalon. Alá lehet majd menni. És van itt ez a része. Ide majd még össze kell csavaroznom. A lényeg az, hogy erre a botra lesz rárakva a kamera. És valahogy így fog majd működni. Nem tudom, mennyire volt érthető, de hamarosan meg fogjátok érteni szerintem, mivel majd csinálok egy-két ilyen overhead rig videót. Most már csak az a kérdés, hogy be fog-e férni a kocsiba, és el tudom-e vinni, mert úgy gondolom, hogy ez egy picit nagyra sikerült. Helyesbítenék, tuti, hogy nem fogom tudni elvinni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi volt a mai vlog. Összeraktam, egy picikét tényleg nagyra sikerült ez a keret. Ha tetszik a vlog, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le egyetlen egy részről se. Holnap találkozunk, sziasztok! Már nem azért a 2 forintért, de én csak most vettem észre, hogy vagyok felöltözve.